látogatók körül egyre szűkül a gyanúköre. Ezért úgy döntenek, hogy részt vesznek az esti táncmulatságon annak ellenére, hogy ez kockázattal jár. Eli, a szobalány, akit nyugtalanít a fiatal mérnök távolléte, mentőt hív a temperáló Noll doktorhoz. A magából kékszínű füstöt árasztó beteg állapota súlyosnak tűnik, és az ügyeletes orvosnő sürgős beavatkozást tart szükségesnek. Így a múlt betegségeit kutató Noll doktornak kiváló alkalma nyílik rá, hogy a bájos doktornőn kívül a 20. század gyógyítási módszereivel is megismerkedjék. Eközben hivatlan vendég lép a látogatók szobájába. A 25. század táncai kissé eltérnek az oroszlán szálló diszkó stílusától, de Kátya szemmel láthatóan nem zavartatja magát emiatt. Eda, a hintás legény, magánakciójának eredményeként váratlanul milliómos lesz. Kevésbé sikeresen végződik Dürrich bácsi dobszólója. De nem hiába tartja a régi közmondás, bajban ismerni meg a jó barátot. Ő azonnal segít. És a barátság ezzel egy életre megpecsételődik. Felejthetetlen percekkel gazdagodik Kátya is. Csupán Eda, aki a pénzt gyanútlanul a megsemmisítő táskába tette, veszít ismét. Tizedik rész. Szükségállapot. Rendezte Jindřich Polák. Amióta élek, egy ilyen dobra vágyom. Ezt sohasem fogom elfelejteni neked. Na mondd szépen, te mit szeretnél azonnal teljesíteni? Akarod a házamat? Vagy inkább az új zsebórámat? Az sem. Megvan! Akarod a szuha meg tévéjét? Hogy is ne? 27 programot fog! Ja, hát... Bam! 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 Feltétlenül menjen be meglátogatni. Összevet valamit, nem tudják, mit csináljanak vele. Szegény jó mérnök úr, meggyógyul egyáltalán. Negyvenkettő aláza. Elméletileg nem él. De gyakorlatilag igen. Miért mosolyog? Mondani akar valamit? Egyszerű temperálás. Mondták már, hogy gyönyörű szeme van, Olga. Olga? Ismerik egymást? Félre beszél. De mintha csökkenne a füstmennyiség. Érthetetlen. Nem látom az okát. Telefonálok. Kinek? A főorvosnak. Akadémikus. Akadémikus Reményt hívja. Doktor, jelentkezzék. Tudni szeretnék önről.
Kapcsolatban minden érdekel. Az országút például, amit kimértek. Uh-huh. Írnék is róla. Akadémikus Reményt hívja. Karasz, Kátya, jöjjenek haza. Szükségállapot. Mi az? Na, semmi. Mennem kell. Kell? Uh-huh. Megőrültél. Most akarsz elindulni. Nem látod, hogy itt a vihar? Nem érdekel, megyünk. Eda, ne viccelj. Hol találsz még egy ilyen pénzes helyet? Mondd, láttál már egyben 1 milliót? Nem. Helyes. Legalább tanúskodhatsz, hogyha kérdezősködnek. Én? Miről? Hogy nincs. Megyünk tovább. Ébreszd fel a gyerekeket. Vigyázok rád, ne félj. Menjünk. Tudod, mi az érdekes? Amíg nem voltatok itt, semmi nem történt nálunk. Most viszont... Kamenicei napló. Nézd meg az aláírást. Petr Malák. Aha, pontosan. Vagyis hát én. Személyesen. De van más is. Remény, jelentkezzék! Karasz, szükségállapot! Remény, szükségállapot! Bam, 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 bam. A temetések a legjobbak, ott aztán ütheti az ember! Ram, bam, bam, bam. Eléje pedig szomorkás eső, ugye milyen fűbe mászol. Rapám, parám, papám. Hol van a só? A szerecsen fiús dobozban. A Rivizli mornak is ott kell lennie valahol. Nem az petróleum. Na hát, milyen különös szerkezet. Mire szolgál? Hogy az? Nem ismered? Rugós mérleg. Ha mondjuk malacot mérsz, a tiéd egy szemétrakásban találtam az erdőszélen. Ezzel együtt. American heating. Csak hogy szénnel nem megy, kokszom meg nincs. Lehet, hogy majd átszerelem. Elviheted, ha tetszik. A když jsem šel od Nandy, spadnul jsem do jámy. To bylo mý sladký probuzení. Remény, jelentkezzék! Karasz! Remény, jelentkezzék! Na végre! Fél órája keresem magukat! Én a dob miatt mentem el. Vittem egy darabon. Karasz úr adott is érte egy ötöst. Hm. Nem tudja, hol vannak a papámék? Nincsenek a szobában? Fidó megzabálta a torta felét. Tetszik enni egy szeletet?
Nyugi, amit összenyálazott, azt levágom. Nem kérek, köszönöm szépen. Diókrém van benne, finomám. Inkább aludni volna kedvem, az áldóját. Jól átázott a cipőd. Bácsi, kérem, nem tudna itt maradni? Ha a papámék megjönnek, azt kéne mondani nekik, hogy őket kerestem. Na jó, és most bújj be az ágyba, nehogy megbetegedj. Képzeld el, mi lenne, ha az idő visszafelé menne? Akkor Dürchlik úrnak már nem is volna dobja. Az bizony kár lenne, mindig temetésen akart játszani. Persze, csak a példakedvéért mondtam. Tegyük fel, hogy az idő nem halad előre. Vagyis nem múlik. Próbáljuk felbontani. Hopp. Mintha megállt volna. Hopp. És megint. Mint a mozin? Az micsoda? A filmszínház. Mi úgy hívjuk mozin. Aha. Tudod, az egyenlet, amit az étlapra írtál, hibás. Ha összegezünk két a fénysebességnél kisebb sebességet, soha nem kaphatunk a fénysebességnél nagyobb értéket. Tehát, K alfa egyenlő egy egységnyi sebességgel, továbbá U egyenlő C a négyzeten, törve zárójelben 1 mínusz 1 per K. Pontosan így volt a hepteridák bolondjában. Remélem nem kevertem össze. Én számoltam ki. Amikor a börtönben beszéltünk a téren kívüliről. Nézd, a komplex módon értelmezett időben természetesen... Ezek ők! Most nézz oda! Egyszer úgyis megfojtom ezt a kőköt. Össze-vissza rohangászunk utána ebben a világban. Elaludt. Nagyon sokat kereste önöket. A hőmérséklet normális, 36,2. Önök fogadást kötöttek, hogy ki tudnak-e ugrasztani az ágyból. Kevés ilyen egészséges embert láttam életemben. Főorvos úr, kérem, egy órával ezelőtt a szállodában magam írtam 42,9-et nála. Igen? Mivel? Volna szíves ellenőrizni a hőmérőt kolléginál. Ha soha nem látott is hasonló készüléket, könnyedén megállapíthatja, hogy a skála legmagasabb értéke a 42. És nem pedig a 43 vagy 44. És ez nem a készülék hibája, hiszen már Eszkuláp is tudta. Na, milyen hatással van a szervezetre a 40 fok feletti láz? A fehérjék állapotában irreverzibilis változás áll be a szerkezetükben. Minek következtében? Mi a hőszabályozó központot is bekapcsoltuk. Folytassa, legyen szíves. Felbomlik az ásványanyagok egyensúlya, vagyis beáll a klinikai halál. Erre azonban esetünkben nem került sor. És mivel a beteg kezéből és lábából kékszínű füst szállt föl, úgy diagnosztizáltam, hogy hőguta. Tehát ön szerint hőguta, a kék füst miatt. Más tünet nem volt? Nem, el is vetettem a hőgutát további tünetek hiányában, és rendeltem neki penicillint, illetve egy kombinációt penicillinből és streptomicinből, azon kívül kardiotonikot és fél ampulla lanatoszidot. Fél ampullát? Ellenőrizheti a felvételen. Mikor behoztuk, 42 volt a láza. Mindez a vihar alatt, ami bizonyára megzavarta a készülékeinket. Legutóbb az éjjel 0 óra 58 perckor. Hozzák már a kávét! Azt hiszem, ő tette. Bár ez a lényegen nem változtat. Ennyit hagyott meg. Nálam is van 500. Úgy hívják megvesztegetés. Kárlik telek az erdőnél, vagy a sarkon. Eltűnt a megsemmisítő táska, a pénz, Karasz és a doktor, és ön interjút ígért a sajtónak. Én? Nem is én. Ezek szerint Ádámot a kutyája követi majd. Mi a neve? Mihály Noll, földmérő. Vigyék a hetesbe, és hogy ne unatkozzanak. Bér, vizelet, tüdő, koponyaröntgen, szemfenék, EEG. Lehetőleg amíg füstölek. Pillanat, megkérdezem a főorvos urat. A sebészet az. Át akarnak küldeni egy sürgős beteget. Leesett a körhintáról, eltört a lába és az állkapcsa. Küldök át egy zsák gipszet, ha nincs nekik. Ez belgyógyászat, kérem. Hogy a szíve? Villámcsapás?
feltételezett irány az iskola, amikor kijön. De feltűnés nélkül, nehogy gyanút fogjon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És Kalász úr, őt csak útközben vesszük föl? Hogy útközben? Hova készülsz? Földet mérni. Mert szeretnék egy labdát. Ha 8 órát mérek, 5 koronás órabérért. És az iskola? Már úgyis késő van, elaludtunk. Kérnek buktát? Hoztam egy vagonnal. Automata, hogy nem kell kapcsolni? Nem. Ha nem kapcsoltam volna be, nem menne. Na jó, de csak úgy nyomja a gázt. Amilyenket először sebességbe kell tenni. A hé a pontos hé. Javítsd ki. És ez a mondat itt. Fidó a kutyám hű. Ez hosszú hű? Uh-huh. Épp most jobbra, és aztán egyenesen. A ne felejtsed, csével írjuk. Ugye? Dudálni kellett volna. Lehet, hogy még alszanak. Rögtön kész vagyok. Csak néhány szög. A bácsi bement a városba. Itt szörnyen befolyik, megcsinálom neki. A vakolást is kijavítatom. Kérdeztem, mennyibe kerül az anyag? Nem sok, pár ezres. Pár ezres? Ádám! Ne bámészkodj, futás az iskolába! Már becsöngettek az első órára. Dühlik bácsi. Indíts, mert soha többé nem viszlek el horgászni. Jó, megyek. Azért. De akkor holnap? A nagy tanító. Emlékszik, azt írja róla az emlékeket. Persze, tanító. Csúfolódnak velem, mert 7 évig javítottam a WC-t a Károly Egyetemen. Bár szólami szó, az ember annyi idő alatt is felszed valamit. Figyelem! Nézzék, mit találtam a kukában. Dinamo, fogó, esőkabát. Nem egészen úgy, de majd megragasztjuk. Használható lesz. Mindent kiszórnak. Semmit sem becsülnek meg manapság. Aztán itt van ez a vadonatúj táska. Ez a baba, csak bepólyázták. Ne beszélj butaságokat. Edda, tudod, milyen jól áll neked a fehér? Gyerekek, mondjátok meg a papának, ha gyorsan meggyógyul, tolni fogjuk helyett a hintát. Adtunk neked kuglófot. A beteg csak folyékony ételeket tud enni. Igen, mi? Ha egyáltalán ehet valamit. Nagyon szépen köszönjük. De jobb lenne, ha nem látogatnák. Papa! Nyugalom kell neki. Jaj. Edda, szívecském, oda nem mehetnek be. Nővérke, a papucsa és a pizsamája. Jó. Jaj. Fog ez még sokkal jobban is fájni. Fáj. Pá, puszi, majd jövünk megint. Na gyertek szépen. Apu! Mári! Viszontlátásra! Mári! Gyere már! Mári! Ez bírja ki, utána nem fog fájni. Földmérő! Próbáljon aludni. Csodálatos technika. Minden cécó nélkül. Egyszerű és logikus. Hogy mennyi bajom van magával? Minek kellett temperálnia? Lépjen be, ide látni lentről.
Mit hoztak? Orvosságokat? Meg Maspert. Vagy fél órája keressük el. Ki ez? Nem fog beszélni? Nem tud. Eltűnt a pénzünk. Ez az ember vitte el. A megsemmisítő táska is elveszett, de már a nyomára bukkantunk. Az enyém a kuglóf. A tanítónál van. Akkor tehát ma éjjel, 058-kor, és ön nélkül. Velem mi lesz? Ön itt marad. Túl feltűnő lenne, ha mind a négyen eltűnnénk. De majd szórakoztatjuk. Az újabb küldemény holnapra várható. Mondja csak, nincs önnél némi pénz? Hova tettem volna? Szegény. Csontörés két helyen. Embólia. Fáj neki? Meglehetősen. Ha megengednék, hogy beavatkozzak, legalább nem szenvedne. Inkább... Tűnjenek el! Gyorsan! Haza! Ne féljen, ez aztán tényleg nem fog fájni. De nagyon sürgős magának. Haza! Itt biztonságban van. El akarok menni. Haza. Ez aztán a szemétség. Négyest adtak helyes írásból. Hogy csak négyest? A de elé nem tettünk veszőt. Tiszta röhely. Nem figyeltem eléggé. Melyik az? Tudod, a mi erősségünk a geometria, Karasz kezdheti. A matematika. Ó, itt egy ötöst is látok. Ide hallgass. Adok egy feladványt. Bemelegítésnek valami egyszerűbbet. Jaj, ne. Arról volt szó, hogy mérni fogunk. Jé, tényleg itt van. Nem hazudod. Megtetszett ígérni, hogy mérünk. Na igen. Akkor merre induljak, karlikék vagy macákék felé? Tessék nézni! Itt jó lesz? Ide hozzák! Balra! Még egy kicsit! Ide! Nem. Karlikékhoz. Mondtam neked, hogy elintézem. Várj, ne kiabáld el, mert jönnek vissza. Add ide! Kátya! Szia! Nem zavargok, csinálok pár fotót az újságnak, és már itt se vagyok. De egyik emberünk hiányzik. Annyi baj legyen. Gyere, Kátya, állj az autó elé. Ádám, tartsd a kezedben a botot, úgy. A mérnök úr pedig ide. A kép nem jelenhet meg, lépjen közbe. Nem maradhat bizonyíték rólunk. Kérem, egy pillanat türelmet. Egy pillanat türelmet. Persze. Az aláírás ez lesz. Iparkodva a jövőért. Mellette persze lehozunk egy részletet az országút tervrajzáról. Azonnal kész vagyunk. Húzódjanak össze! Ádám, te is! Nagyon jó. És még neki mondják, hogy soha nem viszik semmire. Pedig benne lett az újságban. Még! Még! Állj! Képesek idehozni az orrunk elé. Menj le és beszélj velük. Evigre bezsebelték az 500 koronát. Ne viccelj! Nyilvánosan! Itt vannak! Na hál' Isten! Tűvé tettem a várost maguk miatt. Miért? Mit hoztam neked, pajtás? Ilyet még nem ettél. Egy asszonynál lekaszáltam a kerti füvet. Olyan kolbászt csinál, hogy 7 nyelven beszél. Meg kell kóstolnod. Mi? Mikor elindultam, még benne volt. Nehogy most eltüntesse a táskát. Figyelem, figyelem! Hármas vonal! A gép pillanatok alatt kidobja és az E4-re. E7-es a C6-ra. Nem értem. Sakkoznak vagy mi? Számoljunk el, Ádám. 3:05, igaz? Az 17. Na ne tréfálj. Mondtam, ugye, hogy labdát akarok venni? A 130-ba kerül. Van 93-am, holnap 4 óra, az 20. Kell még 17.
Kösz. Á, látom, rendezni akarják a számlát. Nagyon jó, mert éppen kasszát csinálok. A tegnapi nap mindent beleszámítva 425 korona, tessék megnézni. 3 vacsora levessel, 1 üveg konyak, amit Berna úrral a zenekarnak rendeltek, azon kívül a sütemény és a kávé. Hogy van a mérnök úr? Voltak benne nála? A belosztályon fekszik, 7-es szoba. Jobb, ha nem megy be hozzá. Borzasztóan néz ki. Alig ismertük meg. Mérnök úr, mit kérnek vacsorára? Fleckent vagy bélszínt? A könnyökömön jön ki. 20 korona Adamnak. A hónapi napot ki kell húznunk a pénzünkkel. Talán még uborkára is futja belőle. Ön elszalasztotta. Kisméretű, zöldes színű, ízletes növény. A naspennél is jobb. Karasz, jó lenne, ha nem történne energetikai baklövés, mint a múltkor. Hogy 00:58-kor minden lámpa felgyulladt a városban. Nem történik. Ellenőriztem mindent. Legyen egészen nyugodt. Műszakilag rendben.